Május 24-én Eszterházy Pára emlékeznek a Szent István Bazilikában, és ezzel kapcsolatban már itt is van velem a stúdióban Cigány Balázs, az Eszterházy Magánalapítvány igazgató helyettese. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Még mielőtt rátérnénk a konkrét megemlékezésre, hogy ott mi lesz, illetve hol lesz pontosan, és a többi információra, szerintem beszéljünk alapvetően Eszterházy Pál életéről, kezdjük Eszterházy Pál életével. Jó, hát nagyon röviden összefoglalva, ugye Eszterházy Pál 1901. március 23-án született Kismartonban, az akkor még Magyarországhoz tartozott Kismartonban. Édesapja IV. Eszterházy Miklós herceg 1898-ban veszi át 11. hitbizományi birtokosként az Eszterházy család hercegi ágának vezetését. Eszterházy Pál kifejezetten korán, 10 éves korában elveszti édesanyját, Ciráki Margitot. Ez egy óriási törés az ő életében. Egyébként Eszterházy IV. Miklósnak és Ciráki Margitnak első fiú gyermekeként jön ő világra 1901-ben. Tanulmányait Budapesten végzi a piaristáknál, majd egy rövid Ausztria, illetve német országi kitérő után államtudományi és jogi doktorátus szerez a Pázmányon. Egy tragédia miatt kell nagyon korán, 19 évesen őneki átvenni a birtok igazgatását. 1920-ban egy korábbi lovas baleset következtében elhunyt édesapja, IV. Eszterházy Miklós, és az akkor még, ugye az akkori törvényeknek megfelelően még kiskorú Eszterházy Pál, ugye 19 évesen kerül egy óriási akkor, egy olyan 188 ezer hektárnyi, közel 190 ezer hektárnyi birtok, hitbizományi birtokosává. Ezt a hitbizományi birtokot értelemszerűen egyedül 19 évesen nagyon nehéz lett volna neki igazgatni. Gyámok voltak mellette, többek között Eszterházy Móricz, az Eszterházy Móricz, ugye, aki Tisza Istvánt követte a miniszterelnöki székben. De nem csak ő, hanem korábbi nevelője, később pedig titkárként mellette dolgozó dr. Horváth Gábor, illetve anyai nagybátyja Ciráki Antal gróf is. Eszterházy Pál mind politikai, mind társadalmi értelemben kifejezetten visszahúzódó személyiség volt, soha semmilyen politikai feladatot nem látott el. Születése révén ugye helye lett volna a felsőházban, és 1927-ben alakult felsőházban, ezzel a jogával ő nem élt, viszont annál nagyobb elánnal vetette bele magát a gazdaság irányításába, amiből egy mintal gazdaságot hozott létre. A 20-as, 30-as évek igazából sem politikailag, sem társadalmilag különösebb problémát nem jelentettek egészen 1938-ig, ugye Ausztriában az Anschlusszal és a nagyon erős jobbratolódással Eszterházy Pál úgy dönt, hogy nem látogatja tovább az osztrák birtokokat. Itt Budapesten él, itt a Budai Várban, a Tárnok utcában volt egy palotája, ami aztán később a II. Világháborúban egy bombatalálat miatt megsemmisült. Ez volt az otthon, és innen irányította a birtokokat. Értelemszerűen ugye az első világháború után ő neki szembesülni kellett azzal, hogy a közel 200 000 hektáros területét közigazgatásilag ezután két ország irányítja majd. Az egyébként még 17. században alapított hitbizományt, ami ugye oszthatatlan, idegeníthetetlen birtokként maradt fenn egészen a 20. századig. Az egységét továbbra is megőrizte értelemszerűen, de közigazgatásra, ahogy említettem, ugye két ország területére esett. Az osztrák rész, ami a mai Burgenland területére, egy kb. 60 ezer hektárnyi terület, ami egy 66 ezer hektárnyi terület, ami a mai Burgenland összterületének közel 10%-át teszi ki, és Magyarországon maradt egy 128 ezer hektárnyi terület, amelynek igazgatásával kellett neki foglalkozni. A következő törés aztán értelemszerűen ugye a II. Világháború és annak következményei, az egy 1945-ös földreform, ahol a magyarországi földek nagy részét felosztják.
majd az 1949-es hitbizományokra szóló törvény, amely ugye az addig hitbizományi kötöttség alá rendezett ingó ingatlan vagyont állami tulajdonba veszi, és ezzel egyidejűleg ugye Eszterházy Pált bevonják Mindszenty bíboros perébe negyedrendű vádlottként, egyrészt valutával való üzérkedés ellen a vád, másrészt pedig ugye az akkori államrend megdöntésére való törekvés. Ezt a történetet azt hiszem mindannyian ismerjük. Eszterházy Pál 15 év fegyházbüntetést kap, amelynek nagy részét ugye a Váci börtönben tölti. A 15 évből aztán 8 év lesz, hiszen az 1956-os események őt is szabaddá teszik. Egy Ausztriából indított, egyébként a Vörös Kereszt égisze alatt egy áll akcióban, miszerint ugye az 56-os események alatt különböző kórházak kitört ablakát szeretné pótolni a Vörös Kereszt. Egy ilyen akciót indítanak Ausztriából, és ezzel a konvojjal ő kimenekül az országból 1956 novemberében, először Bécsbe, majd aztán Svájcba menekül, és egészen haláláig 1989-ig Zürichben él feleségével, Eszterházy Melindával. És akkor most, hogy összefoglaltuk, beszéljünk kicsit a megemlékezésről magáról, ugye ez május 24-én lesz. Igen, ez most pénteken május 24-én lesz 16 órakor Szent István Bazilikában. Ez egy nyílt esemény, mindenkit szeretettel várunk a Bazilikába 16 órától. Magát a megemlékező évfordulós Szent Misét Várszegi Asztrik Emeritus főapát fogja celebrálni, illetve Kovács magát a Szent Misét mi kiegészítjük egy koncerttel, amely be lesz építve ebbe a megemlékező Szent Misébe. Itt Kovács Robert orgonaművész, illetve a Haydn Filharmónia vonós négyese fog Haydn, Liszt, Puccini műveket játszani. És mi az, amivel Eszterházy Pál a mai kornak példakép? Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb példát azzal mutatta nekünk, hogy bár születésével vagyont és rangot kapott, ő mindig a szorgalomra és a tehetségre volt büszke. Megszerzett doktori címére sokkal büszkébb volt, mint a hercegi címére. Azt szoktam mondani, hogy az ahhoz nem sok köze volt, azt adta neki az élet, ebbe beleszületett, mint ahogy a vagyonban is. A doktori címért viszont meg kellett neki küzdeni, meg kellett neki dolgozni. És egyébként későbbi életében is ezt a hitvallást vallotta. Óriási erénynek tartotta a szorgalmat, a tehetséget. Erről számolnak be egyébként a most már idős olyan kollégák, akik valamikor még együtt dolgoztak vele. És ugye itt a történetében, a történetmesélésben arra nem tértünk ki, hogy az II. Világháború idejében, 44-45-ben budapesti zsidókat mentett például, mindenképp ez is példamutató. Ez egy példamutató. Értem szerint egy nagyon érdekes élete volt, hiszen mind a náci rezsim üldözte, majd aztán a kommunisták üldözték, mind a kettő rendszer híveit találtak benne kivetni valót. Valóban a Svájc és a svéd nagykövetségnek is otthont adott, bújtatta őket az előbb által említett Tárnok utcai palotában, illetve hát óriási pénzösszeggel segítette a zsidó gyermekeket. És talán a jelmondat is, ami ugye itt a felhívásban is meg van fogalmazva, a jelleméből áradt a tiszta őszinteség. Ez is azért azt gondolom, hogy valami fajta, tehát az ő jellemére utal, ami mindenképp példamutató lehet. Igen, én azt gondolom, hogy a általában a főnemesi családokra, arisztokratákra azért jellemző volt az a nagyon erős tartás, amit esetleges sorscsapásokkor is, ami erőt adott nekik. Erről számolnak be egyébként azok a cellatársak, akikkel ő együtt ült a Váci börtönben, hogy hiába a sok megaláztatás, vagy az Andrássy úton a kínzások, mindig erős maradt, és meg volt benne a megfelelő tartás.
Lehet, hogy ennek nincsen különösebb oka, de azért csak megkérdezem, hogy miért pont Várszegi Asztrik Emeritus főapát mutatja be a szentmisét ezen a szentmisén, Eszterházy Pállal kapcsolatos megemlékezésen? Várszegi Asztrik közel áll a családhoz, az 5 éve elhunyt hercegné megemlékező szentmisét is ő celebrálta, úgyhogy ezért esett rá a választás. Illetve ő neki van egy történész diplomája is, úgyhogy szerettük volna a szakrális megemlékezés mellett egy kicsit a történelmi visszatekintést is belevinni ebbe a megemlékező szentmisébe. És ugye azt említette, hogy a piaristáknál végzett Eszterházy Pál. Piaristáknál hogyan él tovább Eszterházy Pál jelleme, illetve Eszterházy Pálnak az élete? Hát ez egy... Illetve erre vannak-e próbálkozások például magánalapítvány részéről, hogy továbbvinni Eszterházy Pálnak az életét? Nagyon sok kultúrás tevékenységünk van, ami összeköthető Eszterházy Pál életével. Értelemszerűen a piaristák, ez egy nagyon jó nevű klub, ha lehet őket így nevezni. Ahogy említettem, számos próbálkozásunk van, most már 3 éve viszünk egy országos történelemversenyt, ahol többek között a piaristák is indulnak, de a bencések is indulnak. Győri bencések az első évben első helyezettek lettek a mi kreatív történelmi versenyünkben, amiben megpróbálunk értelemszerűen Eszterházy Pál szellemének is egy kicsit kreatív úton módot adni. És talán még akkor annyi, hogy alapvetően egyébként Eszterházy Pálnak a szelleme, az most nem csak a piaristáknál, hanem mondjuk a magyar társadalomban az él, és mindenki emlékezik rá, vagy föl kell idézni azért? Hát én azt gondolom, hogy mi feladatunk az, hogy ezt felidézzük, hiszen az elmúlt 50 év, sőt most már több mint 50 év értelemszerűen, de mondjuk a rendszerváltásig, az akkori rendszer nagyon sokat tett azért, hogy a főnemesi családokat, az Eszterházyhoz hasonló családokat elfelejtsük, vagy azt a kultúrateremtő tevékenységet, amelyet ők az elmúlt pár évszázadban megteremtettek, azt ne olyan szinten kezeljék, ahogy ezt megilletné. A mi feladatunk éppen ez, ezért jött létre tavaly egy alapítvány Magyarország, az Eszterházy Magyarország Alapítvány, aminek az égisze alatt értelemszerűen az osztrák Eszterházy Privát Stiftung, az Eszterházy Magánalapítványal karöltve próbálunk különböző kultúrás tevékenységet itt Magyarországon végrehajtani Eszterházy Pál szellemében. Akkor még így utoljára elmondom, hogy akkor május 24-én 16 órától mindenkit várnak a budapesti Szent István Bazilikánál. Sok Eszterházy Pálra megemlékező szentmise lesz bemutatva. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.